Kéfer György, az Operaház nagykövete, és Molnár Fruzsina, a Billy Elliot című szuperprodukció egyik szereplője a musicalek világában kalauzolta az érdeklődőket Pócsmegyeren, a Civilek házában. Kéfer György klarinétművész, majd 30 éven át dolgozott a Magyar Állami Operaház zenekari művészeként, ám napjainkban nagykövetként igyekszik népszerűsíteni az opera műfaját országszerte. A Billy Elliot az első olyan musical, melyet az Operaház műsorára tűzött. Kéfer György elmondta, hogy a Madách Színház Szirtes Tamás vezetésével számos Broadway produkciót hozott Magyarországra, melyek egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. A pócsmegyeri Molnár Fruzsina a Madách Musical táncművészeti iskolájának tanulója. Te úgy tudom, oda jársz a Madách Színház is, tánciskolájába, vagy táncstúdiójába, mi a hivatalos neve. És akkor ott ez tananyag volt, vagy, ez, vagy erre külön kellett készülni, vagy hogy készültetek erre az előadásra? Hát... Bementünk, és próbálni kellett a nagyagon. Igen. És akkor heteken, hónapokon keresztül minden nap? Igen. És az egész osztály, vagy ez csak a kiválasztottaknak volt? Ez csak a kiválasztottak. És akkor onnan a stúdióból mennyit választottak? Hányan vagytok? Hát 30-an. Ja, onnan, azok mind ti vagytok a kislányok. Igen. Mind onnan vagytok. És mit kell tudni ahhoz, hogy egy ilyenbe részt tudjál venni? Hát a felvételin steppelni kellett. De amúgy tanulunk ott balettet, modern táncot, musicalt. Kéfer György röviden összefoglalta Elton John és Lee Hall Billy Elliot című musicalének történetét. Margaret Thatcher idejében járunk, ahol nagy a társadalmi feszültség, mivel az alulfizetett angol bányászok rossz életkörülményeik miatt sztrájkolni kényszerülnek. Az anya nélkül felnövő Billit bányász édesapja boxedzésekre járatja, ám a fiú egyszer véletlen egy táncórára téved be. A tánctanár eleinte nem kedveli Billit, ám idővel felfedezi a fiúban rejlő tehetséget, és külön órákat ad neki, hogy eljuthasson a londoni királyi balett meghallgatására. A vége az egy jó kicsengés, mert ő a királyi balettbe kerül, de alapjában véve egy tragédia azt végignézni, hogy az anya hiánya. Tehát azért ennek, ha az ember utána elgondolkozik, nagyon sok mondani valója van, esetleg sokkal több, mint egy Traviátának vagy egy Carmennek, mert azok mondjuk egyszerű szerelmi történetek. Ebbe pedig annyi a mai kort is érintő, és a mi világunkat érintő morális probléma, és olyan, ami a mi életünket is ugyanúgy befolyásolhatja, és körülöttünk ugyanilyen gondokkal élnek az emberek. Tehát ilyen szempontból mindenképpen azt mondom, hogy nagyon tanulságos. Az előadás utáni napokban a Billy Elliot című musicalt Pócsmegyer opera kedvelő közönsége közösen tekintette meg az Erkel Színházban.